Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében könyörögjünk. Istenünk, aki királyi papságodban részesítettél minket, add kérünk, hogy amint Szűz Máriától született egyszülött fiadat Szent József tisztelettel a kezébe vette és hordozta, tégy minket szívünkben rendezetté, és Szent Oltárod szolgálatában átadonokká, hogy fiad szentséges testét és vérét a mai napon méltóan vegyük magunkhoz, és az eljövendő életben örök nyugalmat nyerjünk Krisztus, ami Urunk által. Amen. Procedamus in pace. Nomine Christi. Százezerszer üdvözlék, szép Szűz Mária, a Szent Kúti templomban fényes csillagon, fehér rózsaszál, mennyből leszálltál, a Szent Kúti templomban én irádoztál. Thank you.
fehér rózsaszám, melyből leszálltam a szent úti templomba, kivirágoztál. Sacerdos et pontifex, et virtutum obifex, pastor bona in populo, sic placuis te Domino. Püspökünk és főpapunk, szent hitünkben mesterünk, légy jó pásztor a népednek, hogy kedves légy az Isten. A szentek polgártársai vagytok, és Isten háza népe, az apostol alakzatára építve, a szegletkő pedig maga Krisztus, rajta épültök egybe Isten szent templomává. Üspökünk és főpapunk, szent hitünkben mesterünk, légy jó pásztor a népednek, hogy kedves légy az Istennek. Szent Anya üdvözlé, te szülted a királyt, ki földeteget tart századokon át, irodalmas az én szívem ünnepi szózattól árad, zengem dalomat a királynak. Kékesebb vagy te az emberek fiainál, kedvesség ömlött el ajkadon. Megáldott téged örökké az Isten. Szent Anya üdvözlé, te szülted a királyt, ki földeteget tart századokon át, irodalmas erővel. Dicsőség az Atyának és Fiúnak, és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben, vala most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámen. Szent Anya üdvözlé, te szülted a királyt, ki földeteget tart századokon át, irodalmas erővel. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Békesség veled, és a lelkeddel. Kedves testvérek, mint a kegyhely vezetője, sok szeretettel köszöntök minden zarándokot itt a mai napon, boldogságos Szűz Mária szeplőtelen szívének búcsúján. Ez a nap, ez hagyományosan a Szeretetlán mozgalomnak a zarándoklata ide Szentkútra immár évek óta a szűzanyához. Ez a mai nap, ez különös ünnep számunkra, hiszen Bosák Nándor püspök, hogy a gyémán miséjét ünnepli, és nagyon köszönjük, hogy ezzel együtt is, sőt pont ezért is, hogy elvállalta azt, hogy eljön ide, és most ezt a szentmisét nekünk bemutatja. Vele együtt van két, a jobbján és a balján két évfolyamtársa, illetve a szintén gyémán misés atya, Vilmos atya és András atya, akiket szintén nagy szeretettel köszöntök. András atyát különösen is azért, mert ő valamikor plébánosan volt, és egész jó kibírta. Úgyhogy Isten éltesse őt is. A mai napnak a sajátossága még az, hogy ferences szegénygondozó nővérek is vannak itt köztünk most, akik egyrészt ott a Szentkútnál, meghallgatlak sátorba, várnak szeretettel mindenkit a mise után majd, a körmenet után, aki szeretne velük beszélgetni, illetve a másik oldalon pedig a templommal szembe a Margit nővér a püspök atyának a gyémánt miséje alkalmából
most megjelent egy kötete, és azt árusítja, azt őtőle lehet ott a templom előtt megvásárolni. Kívánom azt, hogy ez a mai nap minnyájunknak, híveknek, papoknak sok kegyelmet hozzon, dicsértessék a Jézus Krisztus. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Boldogságos szűz Mária szívében, méltó hajlékot készítettél a Szentlélek számára. Add jóságosan, hogy a Szent Szűz közben járására dicsőséged templomává lehessünk, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Helyet foglalunk.
Olvasmány Izaiás próféta könyvéből. A próféta így beszél. Népem sarjadéka híres lesz a nemzetek között, és minden ivadékuk a népek körében. Akik látják őket, elismerik majd, hogy ez az a nemzedék, amelyet megáldott az Úr. Nagy örömmel örvendezem az Úrban, lelkem újjong az én Istenemben, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, és az igazság köntösét terítette rám. Felékesített, mint a vőlegényt, aki koszorút visel, és mint a mennyasszonyt, aki ékszerekkel díszíti magát. Mert amint a föld megtermi növényeit, és a kert veteményeket sarjaszt, úgy sarjasztja ki az Úristen az igazságot és a magasztalást minden nép színe előtt. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Áldott vagy, Szűz Mária, kis szüzességet sérelme nélkül, a megváltónak anyja lettél. Áldott vagy, Szűz Mária, kis szüzességet sérelme nélkül, a megváltónak anyja lettél. Szűz szülője Istennek, a te méhekbe zárta be magát, kit az egész világ be nem fogadhat, a megváltónak anyja lettél. Boldog vagy, szentséges Szűz Mária, és minden dicséretre méltó, mert belőled kelt föl az igazság napja, Jézus Krisztus, a mi Istenünk, a megváltónak anyja lettél. Áldott vagy, Szűz Mária, kis szüzességet sérelme nélkül, a megváltónak anyja lettél. Alleluja! Istennek szülője, könyörög Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. Jézus szülei minden évben fölmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére.
Amikor Jézus 12 éves lett, szintén fölmentek az ünnepi szokás szerint. Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt anélkül, hogy szülei észrevették volna. Abban a hitben, hogy az úti társaságban van, már egy napig mentek, amikor keresni kezdték a rokonok és ismerősök között. Mivel nem találták, visszafordultak Jeruzsálembe, hogy ott keressék. 3 nap múlva találtak rá a templomban, amint a tanítók közt ült, hallgatta és kérdezgette őket. Akik csak hallgatták, mind csodálkoztak okosságán és feleletein. Amikor a szülei meglátták őt, nagyon meglepődtek. Anyja így szólt hozzá, gyermekem, miért tetted ezt velünk? Lásd, atyád és én bánkódva kerestünk téged. Ő azt felelte, miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem atyám dolgaiban kell lennem. Ám ők nem értették, mit akar ezzel mondani. Akkor hazatért velük Názáretbe, és engedelmes volt neki. Szavait anyja mind megőrizte szívében. Ezek az evangélium igéi. Áldjunk téged, Krisztus! Hálóhallott, amíg a biskup anyja megállt előttet az evangéliumos könyvvel, és együtt énekeljük. Alleluja! Mert hallja a te szolgád. Alleluja, alleluja, alleluja. Helyet foglalunk. Kedves testvérek, összegyülekeztünk itt, ezen a gyönyörű, szép Mária kegyhelyen. Hálát adni a Jóistennek, és köszönteni újra és újra a szizanyát, aki által isteni ajándékokban volt és van részünk életünk minden folyamán. A liturgiában most egymás mellé került 2 olyan ünnep, amely a szívről szól. Tudjuk, tegnap Jézus szíve ünnepe volt, ma pedig Mária szeplőtelen szívének ünnepe. 2 szív. Jézus szíve és a szűzanya szíve. Ebben a fogalomban, hogy szív, mi beleértjük mindazt az ajándékot, amit az Isten az üdvözítő által adott az embereknek. Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta értünk. És Jézus szíve szimbolizálja, illetve összefoglalja mindazt az ajándékot, mindazt a kegyelmet, amit a Jóisten az emberiség a világ számára adni akart és előföltárt, mert Jézus szíve az isteni szeretetnek a tárháza, úgy is mondhatnánk, hogy isteni szív, Isten ajándékainak tárháza.
Mária szívét is emlegetjük, de nagyon lényeges, hogy a különbséget is észrevegyük, mert Jézus szíve azt a szeretetet mutatja, amelyet az Isten kitárt a világ számára, Mária szíve pedig azt jelenti, hogy az emberiség, az ember mit fogad be, és mit gazdagít abból, amit kap. Mert Mária szíve emberi szív. Emberi szív, de az, akit az Isten kiválasztott arra, hogy az Isten fiát befogadja, és ezzel tulajdonképpen példát adjon minden Isten kereső embernek, hogy azt az ajándékot, ami Jézus szívéből árad, és ebben benne van minden, hogyan kell befogadni, és hogyan kell továbbadni, és továbbvinni a mi emberi életünkben. Ma Szűz Mária szeplőtelen szívét ünnepeljük, erre az isteni ajándékra figyelünk, és amikor Mária életének erre a gazdagságára, erre a rendkívüli szerepére gondolunk, akkor odaállunk mi is a szűzanya mellé, mint egy belekapaszkodunk, azért, hogy a világra, az emberiségre árasztott isteni szeretetnek a befogadására, hasznosítására, ezt a hétköznapi kifejezést használom, tanítson, vezessen bennünket. Amikor tehát Mária szeplőtelen szívének szeretetére gondolunk, akkor ezt a szeretetet ünnepeljük, és ezt a szeretetet próbáljuk megragadni és befogadni az életünkbe, hogy a mi életünket is, a mindennapi életünket is fölemelje és gazdagítsa. Mária szívének szeretet lángja, így nevezzük ezt a lelkületet, ezt a befogadó lelkületet. Csak egy fontos dologra érdemes figyelni, mert amikor a lángra gondolunk, akkor inkább a lángolás, a lobogás jut az eszünkbe. Mária szívében az Isten szeretete valóban lángolt, lobogott, hiszen gondoljunk csak a Magnifikát gyönyörű szép hálaadó imádságára, hogy hogyan adja tovább, hogyan fejezi ki Mária azt a nagy örömet, amellyel befogadta az Isten ajándékát. Na de hát azért Mária szívének és Mária életének nem csak lángolás, nem csak ilyen lelkesedés, hogy így mondjam, emberi fogalommal. Mária szívében az isteni szeretet izzik, olyan, mint az élő parázs, amely állandóan táplálja és állandóan vezeti az ember életét. És éppen ezért, amikor ma hálát adunk a Jóistennek mindazért a kegyelemért, amit Márián által kaptunk, és Mária közbenjárására jutottunk, ezt is szeretnénk megtanulni, ezt a izzó szeretetet, élő szeretetet, mert a mi életünk is olyan, hányszor és hányszor lelkesedünk föl az Isten dolgainak a megvalósítására, Isten ajándékára. Na de hát az életünk bizony változó, különböző helyzetek adódnak, és igazában a Mária szeretete pontosan arra vezet bennünket, hogy ne csak ekkor vagy akkor, ilyen helyzetben vagy olyan szituációban ragadjon meg bennünket ez a példa, hanem életünk minden helyzetében, minden körülmények között megmutassa azt az utat, amivel belekapaszkodhatunk Isten végtelen ajándékába, és az életünket a jó Istennek ajánlhatjuk. Nem sok
eseményt ír le a Szentírás Máriával kapcsolatban. Karácsony környékén a születéssel, meg a gyermek Jézus életével viszonylag bőségesen beszél a Szentírás Máriáról, Mária lelkesedéséről, öröméről, ahogyan a pásztoroknak megmutatja gyermekét, ahogyan fogadja a bölcsek hódolatát, ahogyan elviszi a gyermekét és fölajánlja a templomban, hallgatja Simeonnak a jövendőlését, aztán mintha elfeledkezne a Szentírás Máriáról, Jézus 30 évet tölt Názáretben, Máriával, Józseffel együtt a názáreti házban, és ebből a 30 esztendős időszakból mindössze egy szituáció, egy helyzet jelenik meg a Szentírásban, éppen az evangélium, amit most hallottunk, a 12 éves Jézus esete. Úgy is mondhatnám, hogy Mária izzó szeretetének a megnyilvánulása ebben. Ebben nincs semmi rendkívüli lángolás, nincs semmiféle rendkívüli jelenség, hanem Mária és József elviszik a gyermeküket 12 éves korában a zsidó vallási törvények szerint. 12 éves kortól a gyermekeket is elvitték a jeruzsálemi templomba az ünnepekre. És ott történik valami. Ott jelenik meg valami az életükben. Ahogy az evangélium elmondja, amikor eleget tesznek a vallási törvényeknek, indulnak haza. Vissza Názáretbe. De, és itt történik az első probléma, hogy a gyermek Jézus nincs velük. Ők azt hiszik, hogy a gyermek Jézus majd jön a többiekkel együtt, de nincs itt. És akkor szembesülnek azzal, hogy milyen az, ha nincs velük a gyermek, nincs velük Jézus. Aggódva térnek vissza Jeruzsálembe, hogy keressék Jézust. Mire figyelmeztethet ez bennünket? Mária és József örömmel teljesítik a törvényt, örömmel mennek a Jóisten útjára, és mennek haza az életükbe, úgy, mint mások. De valami nem történik meg, illetve nem úgy történik, ahogy kellene. Nem veszik észre, hogy nincs velük Jézus. Gondoljunk csak arra, testvérek, hogy a mi életünknek is hány és hány olyan szituációja van, amikor teljesítjük a dolgainkat, kötelességeinket, éljük a mindennapi életünket, és amikor olyan jól megy, nyugodtan megy minden, amit, ahogy elgondoljuk. Csak esetleg később vesszük észre, hogy már nincs velünk Krisztus. Már nem gondolunk rá úgy, nem törődünk vele úgy, mint ahogy kellene, és akkor rádöbbenünk, hogy valami hiányzik ebből az életünkből. Vissza kell térni Jeruzsálembe. Vissza kell térni arra a helyre, ahol az igazi találkozásunkat és az igazi elkötelezettségünk megszületett az életünkbe. Ahogy a Szentírás mondja, aggodalommal térnek vissza Jeruzsálembe. Gondoljunk csak arra, hogy miről beszélhetett egymással József meg Mária. Ilyen helyzetekben mi úgy gondoljuk, hogy hát te vagy a bűnös, te nem csináltad jól, és így tovább. Semmi jele nincs ennek, hanem amikor megtalálják Jézust, Mária csak annyit mond, hogy aggódva kerestünk téged. Nem én kerestelek, hanem együtt kerestünk. És az egymásra való figyelésünk, az egymást
a közös kereszthordozás, a közös Krisztus keresés, ennek a ünnepség, illetve ennek a jelenetnek az alapvető tanítása. És még egy dolog, amikor megtalálják Jézust, akkor Mária anyai szívével azt mondta, miért tetted ezt velünk, hiszen mi aggodalommal kerestünk téged. És Jézus mit mond? Nem tudtátok, hogy nekem atyám dolgaiban kell lenni? Mind a kettő, mind a két oldal megfogalmazza világosan azt, hogy hát a másiktól is várnak valamit, és fölhozzák. De ennek a, hogy így mondjam, vitának, vagy vitatkozásnak nem az a dolga, hogy egymásra mutogatva és a felelősséget keresik, hanem annyit mond a Szentírás. És ebben van tulajdonképpen Mária szívének igazi lángolása és igazi útmutatása, mikor így megbeszélték a dolgokat, őszintén elmondták egymásnak, hogy mit érnek és mit gondolnak, akkor azt mondja a Szentírás, hogy Jézus hazament velük és engedelmeskedett nekik. Mária pedig a szívébe zárta mindazokat a szavakat, amit hallott. Jézus engedelmeskedik, járja azt az utat, amit a jó mennyei atya számára előírt és követett, Mária pedig szívébe zárta Jézus szavai. Többször is történik utalás erre a Szentírásba, és ez Mária szívének a igazi nagysága, hogy így fogadja be nem csak a tanítást, hanem mindazt a szeretetet, amelyet Istentől kap, Istennél talál, és ezt a szeretetet viszi tovább, és ezt sugározza. Amikor mi Máriát tiszteljük, és a Máriára figyelünk, amikor az ő közbenjárását kérjük és imádkozunk, akkor tulajdonképpen rácsodálkozunk mindig erre az Isten igéjét, Isten szavát, Isten útmutatását igaz józansággal fogadó Máriának a szívére, életére, és ez az ő szívének igazi izzása, ismét mondom, amely minden helyzetben megmutatja neki, hogy merre van a kiút, merre van az üdvösség, merre a további rész. Amikor tehát mi a mai nap Mária szívének mélységét figyelünk, és az ő közbenjárását kérjük, és szeretnénk ebből a szeretet lángból, szeretet izzásból, ami nem külsőségekben mutatkozik meg, nem szalmaláng, hanem nagyon mély, életet formáló izzás, szeretet, élő szeretet. Ebből szeretnénk töltekezni, és ezt szeretnénk megtanulni. És még egy dologra szeretnék utalni, kedves testvérek, Loránd atya említette, hogy mi hárman ebben a szentmisében papságunkért adunk hálát, mert 60 évvel ezelőtt szenteltek bennünket pappá. Ahogy jöttünk az úton, hallgattam a rádiót, a Szent István rádiót, és az Egri Bazilikában éppen kezdődött a szentmise, ahol az egri érsek atya papokat és diákonusokat szentel. 60 évvel ezelőtt engem személy szerint a Egri Bazilikában szenteltek pappá, két társamat pedig a Váci Székesegyházban. Ők Váci egyházmegyések voltak. 60 év a papság szolgálatában. A Jóistennek a kegyelme és hálaadás. De ugyanakkor is ebben szeretném a kedves testvéreknek a segítségét kérni, hogy így mondjam. Mert sajnos a papi hivatások száma
kevesebb, mint amire szükség lenne. És ezért a mai közös ünneplésünkben, amikor Mária szívét, nek szeretetét szeretnénk a magunk szívében követni és hálát adni, imádkozzunk és könyörögjünk azért, hogy a szűzanya közben járására az isteni hívó szó, akármilyen élethelyzetben találják az emberek, azok visszhangra találjanak, és akiket a papi szolgálatra, szerzetesi szolgálatra indított, azokat fogadja és erősítse meg. A mai búcsunknak, közös szentmiséknek ez is legyen egy kérése. Egyházunk sorsát, papságunk sorsát, papságunk jövőjét ajánljuk és helyezzük a szűzanya szeplőtelen szívére, és az ő szeretetének tüze az áradjon ilyen formában is az egyház közösségére. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, nekem is zöldben, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Istenek született fiában, aki az Atyától született, imádkozzunk testvéreim a boldogságos szűzanyával együtt, mert ha ő velünk imádkozik, Szent Fia bizonnyal meghallgatja kéréseinket. Urunk, te szűzanyádat rendelted egyházad anyjává, az ő közben járására tartsd meg a Szent Hitben Ferenc pápánkat, Zsolt főpásztorunkat, a püspökök testületét, papjainkat és az egész hívő népet. Jézus Krisztus, Szűz Mária, Szent Fia, kérünk téged, hallgass meg minket! Urunk, Szűz anyád a világ királynője,
Az ő közbenjárására add meg, hogy az emberek békében és boldogságban éljenek. Jézus Krisztus, Szűz Mária, Szent Fia, kérünk téged, hallgass meg minket! Urunk, Szűz anyád, a mi nagyasszonyunk és pátrónánk, az ő közbenjárására add meg, hogy nemzetünk békében és egyetértésben gyarapodjék és boldoguljon. Jézus Krisztus, Szűz Mária, Szent Fia, kérünk téged, hallgass meg minket! Urunk, Szűz anyád, ami édes reménységünk, az ő közbenjárására nyerjen védelmet az erőtlen és az elhagyott, találjon rá az igazságra a tévejgő, és térjen hozzád a bűnös. Jézus Krisztus, Szűz Mária, Szent Fia, kérünk téged, hallgass meg minket! Urunk, Szűz anyád a mennyország ajtaja, az ő közbenjárására engedd el elhunyt testvéreink hátralévő büntetését, és vezesd be őket az örök életre. Jézus Krisztus, Szűz Mária, Szent Fia, kérünk téged, hallgass meg minket! Urunk, szálljon fel imádságunk dicsőséges trónusodhoz, és ne engedd, hogy csalódottan, üres kézzel távozzunk. Szűz anyádnak, mennyei édesanyádnak közbenjárására hallgass meg kéréseinket, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké. Helyet foglalunk, felajánlási énekünk a Hozsanna 194-es éneke. Ezzel köszöntjük égi édesanyánkat. Ó Mária, szent szíve, szűz virág, harmata, illata, imádság. Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyházára. Kérünk, Urunk Istenünk, fogadd el néped könyörgését és fölajánlott áldozati adományait, hogy a boldogságos Szűz Máriának, fiad szülőanyjának közben járására senkinek se legyen eredménytelen imádsága és meghallgatás nélkül a kérése Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelked.
emeljük föl szívünket. Lehetjük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és illő és üdvös, hogy téged szentjeidben csodálatra méltónak valljunk. De kiváltképpen, amikor tiszteljük a boldogságos Szűz Máriát, az ő hálaadó éneke által jóságodért magasztaljunk téged. Te valóban nagy csodákat műveltél szerte az egész földön, és nemzedékről nemzedékre folytatod, amit jó voltodból tettél értünk. Mert alázatos szolgáló leányodat kegyes szemmel nézted, és általa adtad nekünk fiadat, üdvözítő Urunkat, Jézus Krisztus. A te fölségedet ő általa dicsőíti az angyalok hatalmas kórusa. Boldogan áldanak, mert mindörökké látnak téged. Add kérünk, hogy az ősz szavukhoz társuljon szózatunk, és velünk együtt szüntelen újongással zengjük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy mindenség Ura Istenem, dicsőséget betölti a mennyet és a földet. Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szent Lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szent Lélek által szentel meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, ami Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka.
emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egy házad áldozati adományára, ismert föl benned fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat, Zsolt és Nándor püspökeinket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyes szent házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk, jóságos atyánk. Vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk. Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg ügyeinket, még éppen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérjünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét.
őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, a kérsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. És a te lelkeddel. És a te lelkeddel. Isten bárányom. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Szemközti út jobb és bal szélén lehet felsorakozni egymás mellé, tehát nem kell előre jönni a lépcsőkig, egymás mellett sorfal szerűen. Másrészt lesz áldoztatása a templom és a padok közötti út szakaszon is, de kérjük, hogy ott is rendezetten sorfal szerűen sorakozzanak fel a testvérek. Hirdetjük, hogy kegyhelyünkön kézbe áldoztatás nincsen. És kérjük azt is, hogy csak azok járuljanak szent áldozáshoz, akik szentgyónásukat a közelmúltban elvégezték. Mi boldog vagy, Szűz Mária bensőben, az örök atyának fiát hordozhattad. Magasztalja az én lelkem az Úrat, és örvendezik az én lelkem, az én üdvözítő Istenemben. Mi boldog vagy, Szűz Mária bensődben, az örök atyának fiát hordozhattad. Mert meglátta az ő szolgálójának alázatosságát, és íme mostantól fogva boldognak mondanak engem minden nemzetek, mert nagy dolgot cselekedett én velem a hatalmas, és szent az ő neve. Mi boldog vagy, Szűz Mária bensődben, az örök atyának fiát hordozhattad. És az ő irgalmassága nemzetségről nemzetségre, azokon, kik őt félik. Hatalmasságot cselekedett az ő karjával, szétszórta a gőgösöket szívüknek elbizottsága által. Mi boldog vagy, Szűz Mária bensőben, az örök atyának fiát hordozhattad. Letette a hatalmasokat a székről, és fölmagasztalta az alázatosakat. Az éhezőket betöltötte jókkal,
és a gazdagokat üresen küldte el. Mi boldog vagy, Szűz Mária bensődben, az örök atyának fiát hordozhattad. És a testvéreket a szentségi kápolnából legyen szívesek kijönni, és az oltári szentséget visszavinni, ami megmaradt. Köszönöm szépen. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, magunkhoz vettük megváltásunk és örök életünk zálogát. Ezt lekérünk, hogy Szűz Mária anyai oltalma alatt egyházad az evangélium jó hírével minden nemzetet megszenteljen, és a Szentlélek kiárasztásával az egész földkerekséget betöltse Krisztus, ami Urunk által. Amen. Foglaljunk helyet, a hirdetések következnek. Hirdetem a kedves testvéreknek azt, hogy most következik a körmenet. És azt is szeretném kérni, hogy mindenki, akit csak egészségügyi ok komolyan nem hátráltat, az jöjjön a körmenetre, mert körmenetre menni jó dolog. Miért jó dolog? Azért,
mert a körmenet valamilyen módon összefoglalja a keresztény ember életprogramját, hogy együtt haladunk Krisztus után. Ugye most együtt fogunk menni a szentségi Krisztust követve. Tehát amit egész életünkbe csinálunk, vagy szeretnénk, azt most kicsibe együtt előadjuk. Úgyhogy szeretettel hívok és várok mindenkit, hogy jöjjön a körmenetre. A körmenetnek a rendje a következő, elől a ház keresztje fog menni, utána kérem a kereszteseket, lobogósokat, jöjjenek ők is ide, és álljanak be a sorba. Utánuk fog jönni az asszisztencia, a papság, és aztán pedig az oltári szentség, és utána rögtön az oltári szentség után pedig be lehet állni a sorba és bekapcsolódni a körmenet. Majd követjük nyilván a keresztet, és úgy haladunk a templom előtt, nem lesznek stációk, hanem szépen körbe megyünk, ide visszaérünk, és utána majd elénekeljük itt a Te Deumot, a himnuszokat, és utána pedig a papság a templomba vonul vissza. Álljunk is fel, mert hogyha minden igaz, akkor lassan érkezik a szentségi kápolnából az oltári szentség, amit Julián atya behoz. Illetve lehoz, igen. Szent vagy, Uram, szent vagy, minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, az oltári szentségben, térdet fejed hajtod, magyar hazánkban gyújtottál lángot, innen hódítja meg a világot. Szíveink kis lángja egyesüljön, égi fénycsóvában erősödjön. Árazd reánk, szeretett lángod ma szent áldását.
Kedves testvérek, a láng megáldása közvetlen a körmenet után lesz majd. Azért a szeretett láng himnuszt most már végig énekeljük, tehát harmadik verszakkal folytatjuk együtt. Szenteld meg, anyánk, a családokat, áld meg a kicsiket és nagyokat. Szeretett lángot fényében éljünk, tiszta szívünkkel Istent dicsérjük. Kérünk, anyánk, árazd reánk, szeretett lángodnak szent áldását. Minden nemzet és nép együtt éljen, háborúbanak bűnnek vége legyen. Szíved szeretete jel arcunkon, drága szent szemedből könny ne hújjon. Kérünk, anyánk, árazd reánk, szeretett lángodnak szent áldását. Világ győzedelmes királynője, végső szent harcodban fogjunk össze. Taposd el végre a kígyó fejét, mutasd a világnak erőd teljét. Kérünk, anyánk, árazd reánk, szeretett lángodnak szent áldását. Kérünk, anyánk, árazd reánk, szeretett lángodnak szent áldását. A teljes búcsú elnyeréséért imádkozunk, és a búcsúnyerést ajánljuk föl egy megholtunkért vagy önmagunkért. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. 48. oldal. Béke fejedelme, szentséges Istenünk, Úr Jézus szent szíve, békért esdekünk. Békét adj szívünknek, békét családunknak, békét nemzetünknek, békét a világnak. Szűz
Mária szíve, béke példaképe, fiat szent szívénél, közben járunk légyten. Békét adj szívünknek, békét családunknak, békét nemzetünknek, békét a világnak. Derítsd fel hazánkra a békesség napját, adjál világ békét, Mária szűzanyánk. Békét adj szívünknek, békét családunknak, békét nemzetünknek, békét a világnak. Békét adj szívünknek, békét családunknak, békét nemzetünknek, békét a világnak. Negyvennyolcadik oldal. Jézus szíve, szeretlek én, segíts át az élet tengerén. A vihar kél fejem felett, legyen oltalmam szelíd szíved. Minden veszély elűz egy mosolyod, lelkem megnyugszik, ha veled vagyok. Jézus szívem, szeretlek én, segíts át az élet tengerén. Ölej magadhoz engemet, hogy mindig jobban szeresselek. Te légy tanítom és jó pásztorom, szívemet, lelkemet reád bízom. Jézus szíve, szeretlek én, segíts át az élet tengerén. 43. oldal. Ó Mária, Isten anyja, én nekem is jó anyám, szívemnek szent láng buzgalma, dicsér későn és korán. Bánatomban, örömömben, jósbal sorsban csak ezt zengem. Üdvözlégy szűz Mária, üdvözlégy szűz Mária. Ő gyermeked leszek mindig, ígérem ezt szűz anyám. Ó, el ne hagyj engem soha, oltalmazó pátronám. Benned bízva, téged áldva, csak e szó jön az ajkamra. Üdvözlégy szűz Mária,
üdvözlégy, Szűz Mária. Negyvenötödik oldal. Közelebb, közelebb, Uram, hozzád, boldogan ölelem, szent kereszted át. Édes lesz az nekem, hisz te fogod kezem. Közelebb, közelebb, hozzád, Istenem. Közelebb, közelebb, Uram, hozzád, boldogan követlek, megyek te hozzád. Öröm lesz ott nekem, pihenni szíveden. Közelebb, közelebb, hozzád, Istenem. Repeső szárnyakon, felhőkön át, a csillagok között fel-fel te hozzád. Melletted a helyem, neked adom szívem. Közelebb, közelebb, hozzád, Istenem. Tudom, hogy arcodat megláthatom, véget ér egy korom, sok-sok bánatom. Sóhajom végszavam, ehői ma legyen. Közelebb, közelebb, hozzád, Istenem. 41. oldal, dicsé nekem, örvendez engem. Dicsé nekem, örvendez engem, királyi szűzanyám neked. Ajándékot hozok szívemben, fogadd el, s meg ne vont kegyed. Ha szenvedés ér, itt a földön, fogadd el, néked áldozom. Tudom, hogy rám is gondolsz ott fenn, kegyes szűz, tiszta lélihon. Míg ez árnyék világban élek, szemem lezárja a halál. Példát követni nem szűnök meg, ha bal sors vagy szerencse vár. S ha majd eljő a végső óra, védj karjaidba engemet. Vidd a nyomorból szent fiathoz, egy szebb hazába gyermeked. S ha majd eljő a végső óra, vegy karjaidba engemet. Vidd a nyomorból szent fiathoz, egy szebb hazába gyermeked. 40. oldal. Ha éltem útjaim, veszély közelk felém, ó Jézus szent szívem, hozzád sóhajtok én. Viharok közepén, nem küzdök egyedül, az élet tengerén sajkám el nem merül. Te nálad, Jézusom, nincs
nincsen hívebb barát. Szíved nem változó, örök szerelmet át. Benned a szenvedő vigaszt mindig talál. Ki benned bízni tud, legyőz minden viszályt. Hajlékot nyújt nekem szíved, ó Jézusom, bizalmam megmarad most és minden korom. Támadna bármi vész, szívem meg nem remeg, gondot viselsz rám, hiányt nem szenvedek. A Te Deum szavaival adjunk hálát e zarándoklat minden kegyelméért. Téged Isten dicsérünk, téged Úrnak ismérünk, téged örök Atya Isten, mind egész föld áld és tisztel. Téged minden szép angyalok, kerubok és szeráf karok, egek és minden hatalma szüntelenül magasztalna. Szent vagy, szent vagy, erősséges Szent Isten vagy. Nagyságoddal telve ég föl, dicsőséged mindent bétölt. Téged dicsér egek, Ura, apostolok boldog kara. Dicséretes nagy proféták, súlyos ajka hirdetés állt. Jeles mártír seregek magasztalnak tégedet. Val tégedet világszerte, szent egyházad ezerszerte. Ó, Atyánk téged, s mérhetetlen nagy fölséged, s azt, ki hozzánk tőled jött le, Atya igaz egyszülötte. És áldjuk veled vigasztaló szent lelkedet. Krisztus Isten egyszülöttje, király vagy te mindörökre. Mentésünkre közénk szálltál, szűzi méhet nem utáltál. Halál mérgét megtiportad, mennyországod megnyitottad. Isten jobbján ülsz most széket, Atyádéval egy fölséget. Onnan leszel eljövendő, mindeneket ítélendő. Téged azért, Uram, kérünk, mi megváltunk. Szentjeidhez vígy fel égbe, az örökös dicsőségbe. Szabadítsd meg, Uram, néped, áld meg a te örökséged.
te kormányozd, te vigasztald, mindörökké felmagasztald. Minden nap dicsérünk téged, szent nevedet áldja néped. Bűntőle nap őriz minket, és bocsásd meg vétkeinket. Irgalmasz, Uram, irgalmasz, híveidhez légy irgalmas. Kegyes szemed legyen rajtunk, te benned van bizodalmunk. Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyd soha szégyent én. Testvérek, most lesz a szeretet láng átadása. Tisztelettel kérném Irénkét, vagy Győzőt is, hogyha ők is jönnek, hogy akkor most szeretet láng átadása, és akkor szerintem a szeretet láng himnusz elénekelhetjük még egyszer, és utána pedig pápai himnusz, magyar himnusz. Jön már Irénke és Géza is, nagyon jó lesz. Győző, bocsánat. Nemzet és nép együtt éljen.
szeretetet jel arcunkon. Drága szent szemedből könnyen újjon. Kérünk anyám, árazd reám, szeretet ránk bódnak szent áldását. Világ győzedelmes királynője, végső szent harcodban fogjunk össze. Taposd el végre a kígyó fejét, mutasd a világnak erőt teljét. Kérünk anyám, árazd reám, szeretet lángodnak szent áldását. Kérünk anyám, árazd reám, szeretet lángodnak szent áldását. Újra az első verszak. Ó, a szeretetnek királynője, szeretet lángodat ad szívünkbe, hogy a gyűlölet bűn elpusztuljon, a világ a bűntől megtisztuljon. Kérünk anyám, árazd reám, szeretet lángodnak szent áldását. Kérünk anyám, árazd reám, szeretet lángodnak szent áldását. Világ győzedelmes királynője, égi üzenetek közvetítője, tudjuk, édesanyánk, eljött a te órád, engeszteld érettünk az ég s föld urát.
reménységben, hiszen már megláttál szemeim, akik küldtél az üdvözítő. Őt adtad számunkra csodájára minden népnek, hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Benedicamus Domino, Deo gratias.